Szóval a Stockit van a kezemben egy homemade önellenőrző készülék, amelynek a segítségével akár 7-féle laborértéket is mérhet. A mai alkalommal laktátot, azaz más néven a tejsav szintünket fogjuk mérni. Ennek persze semmi köze nincsen a tejtermékekhez, de hát mielőtt belefognánk a mérésbe, említsünk néhány szót a tejsavról. Erőteljes testmozgás vagy fizikai megterés hatására oxigénhiány alakulhat ki a szervezetben, és amikor ez kialakul, akkor a szervezet egy másik energiatermelési üzemmódba kapcsol, ugye az anaerob üzemmódba, amikor is elkezd tejsav felhalmozódni dinamikusan a vérbe. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen esetekben és kiknek szükséges elvégezni ezt a mérést. A tejsav normál nyugalmi értéke a vérben olyan 0,5 és 2,2 millimol per liter között található, de ez bizonyos betegségek esetén, hogy ahogy már említettem, erőteljes testmozgás esetén, ez a szám ez erőteljesen eltolódhat. Az első eset egyébként akár komolyabb megbetegedést is jelezhet, akár érgezést, szepszist, anyagcserezavarokat, stb. Tehát érdemes azt komolyan venni. A többi esetben pedig, amikor testmozgást végzünk, akkor mindenképpen érdemes ezeket a méréseket használni, akár sportolóknak, élsportolóknak, sportszakembereknek nagyban segíti a hétköznapi munkáját. Mire következtethetünk a kapott eredményből? Teljesség igénye nélkül nézzünk néhány példát erre. Következtethetünk például arra, hogy mennyire volt erős az edzésterhelés. Vagy kideríthetjük, hogy milyen a laktáttörő képességünk, milyen magas szintre tud felmenni a tejsav szintünk. Minél magasabbra megy, ez azt jelenti, hogy valószínűleg egyre edzettebbek vagyunk, és genetikailag is nagyon-nagyon jók vagyunk az erős megterhelésre. De kideríthetjük például az aktuális edzettség állapotunkat is, hiszen minél hamarabb megyünk vissza a normál tartományba, az azt jelenti, hogy a szervezetünk nagyon gyorsan tud regenerálódni. Nézzünk is akkor egy tejsav, vagy hát laktát mérést ennek a nagyszerű homemade készülőnek a segítségével, amirát kértem meg, hogy segítsen, ő lesz gyakorlatilag a tesztaladék. Egy gyors mérést végezzünk is el, mert ugye egy tejsav szintet fog mérni. Angina múlt kérdezett meg a futásról, futott egy 20 percet, rendszeresen szokott futni, úgyhogy nézzük, hogy halmozódott-e fel tejsav a szervezetében. Most a tejsavat mértük, de még ezen kívül 6 féle mérést tudtok elvégezni, ami egyrészt segít az egészség megőrzésben, másrészt akár az állapototoknak a felmérésében. Látogassatok el a homemade.hu oldalra, ahol még bővebb információt kaptok a készülékről és a mérésekről.